Sziasztok, ez itt a GameWave, én Benny vagyok, és a mai videó nem más, mint a Star Wars Jedi Fallen Order nevű játék történetének összefoglalása. Én a játékot már kétszer is kijátszottam, másodjára videóban, így ha ezt esetleg még nem láttátok, akkor szerintem érdemes megnézni, megtalálhatjátok a csatornán. Egyébként maga a játék, nekem az egyik kedvenc sztorís játékom, nem csak maga a történet, hanem a mechanikák, a fejtörők és egyéb kihívások is nagyon ötletesen megvannak oldva benne. Így szerintem érdemes akár ki is játszani, ha erre van lehetőségetek és időtök, de ha nincs, vagy már kijátszottatok régebben, de most fel akarjátok frissíteni az élményt a folytatás, a Survivor előtt, akkor mindenképpen nézzétek végig ezt a videót. Egyébként csak mondom, hogy a Survivorből is érkezik majd sorozat, tehát érdemes feliratkozni a csatornára, hogyha erről nem szeretitek lemaradni. Na de ne is húzzuk le most már a szót, nézzük is, hogy hogyan kezdődik a történet. Nos, először is egy Cal Kestis nevű munkás bőrébe bújunk a Bracca nevű űrhajó bontó bolygón, 5 évvel a 66-os parancs után, tehát bőven van dolga az emberünknek. Ebben barátja, Prauf segít neki, éppen egy csillagrombolót bütykölnek, hogy biztonságosan szétszedhetővé tegyék, azonban egy baleset során Prauf a mélybe zuhan, így Cal kénytelen az erőt használni, hogy megmentse őt, ezzel azonban felfedi Prauf, és így a játékos előtt is, hogyha ez eddig a játék címéből esetleg nem lett volna egyértelmű, hogy ő bizony egy Jedi. Ezt viszont a birodalom is kiszúrja, az inkvizitorok ugyanis megérzik, hogy valaki használta az erőt a környéken, és oda is látogatnak a bolygóra, hogy elfogják a Jedit. Itt Prauf elkezd a birodalom ellen beszélni, így őt megölik, Cal pedig igencsak dühös lesz, így előrántja a fénykardját, ezzel teljesen felfedi magát az inkvizitorok előtt is, akik ezután lelökik egy szakadékba. Cal viszont ráesik egy vonatra, ahol szépen lassan végig is vonul, miközben a játék elmagyarázza az irányítást, tehát ez tulajdonképpen a tutoriál. A vonat végéhez közeledve feltűnik egy hajó, ami láthatóan a birodalmiak ellen harcol, ezzel a hajóval végül nekünk is sikerül megszökni a bolygóról, miután a második nővér majdnem elfog minket. A hajó legénysége Seer és Grease. Seer annyit árul el, hogy Jedi volt, de elvágta magát az erőtől, arra viszont nem válaszol, hogy miért, Grease-ről pedig annyit tudunk meg, hogy ő a Mantis, vagyis a hajó kapitánya. Az első megálló ezután egy Bogano nevű bolygó, ahol van egy Jedi templomnak kinéző valami, és egy BD-ven nevű droid, aki úgy dönt, hogy mostantól minket fog segíteni az utunkon. Először egy Echo segítségével megtanulunk a falon futni, és ezt a képességet felhasználva eljutunk a templomig. Az Echo tulajdonképpen egy tárgy vagy hely emléke, amit a Jedik érzékelni tudnak és át tudják élni, ami történt. A templomban kiderül, hogy ez egy Zepho templom, a Zepho pedig egy a Jedik előtt létező és erőt használó faj. Emellett BD-ben lejátszik egy üzenetet Enno Cordovától, aki a droid előző tulajdonosa, és arra kér minket, hogy ha BD minket választott, akkor alkalmasnak tart minket egy holokron felkutatására, ami a fiatal, erőérzékeny gyerekek listáját tartalmazza, és ezt keressük meg. Ehhez további Zepho templomokat kell felkutatni, így a következő megállónk nem más, mint maga a Zepho nevű bolygó. Itt egy síremléket kell felkutatnunk, azonban már az odajutás is nehézkes, mivel a birodalom ismét az utunkba áll, ők ugyanis már megpróbálták kiesni a romokat, de az erős mágneses erők tönkretették a legtöbb gépet, így ennek nem jutottak a végére. Nekünk viszont még sikerül is kihasználni a mágneseket, és le is jutunk a síremlék belsejébe. Ehhez tanulunk egy újabb képességet, megint egy Echo-ból, ami egyébként a falon futáshoz hasonlóan abba az időszakba repít minket vissza, amikor Jarro Tapa volt Cal mestere, és először tanulta ezeket a képességeket, amiket azóta részben elfelejtett, de az emlék ismét feloldja őket. A tanult képesség most az erőlökés, amit használva egy puzzle-ös részt kell teljesíteni, a templom belsejében pedig megjelenik egy újabb üzenet Cordovától, aki most a Kashyyykra, azaz a Wookiee bolygójára küld minket. Vissza is megyünk a Mantisre és útnak is indulunk, közben pedig Seer elmeséli, hogy pontosan mi történt vele és a padavánjával, Trillával. Tulajdonképpen a 66-os parancs miatt elveszítette a padavánját és cserben hagyta őt, ezért érezte szükségét annak, hogy elvágja magát az erőtől. Tudom, ez nem valami tiszta, de ez azért van, mert egyértelműen van valami, amit továbbra is titkol, mert egyszerűen nem tud megnyílni ebben a témában. A fő cél a Kashyyykon egy Tarfú nevű Wookiee megtalálása, azonban amikor Calék megérkeznek, hatalmas csata folyik a Földön, amiben inkább nem akarnak berepülni a Mantisszel, mert nem sok esélyük lenne, így Cal vállalkozik rá, hogy ledobják a vízbe, és így szépen csendben oda tud úszni a lázadókhoz. Cal viszont végül egy fokkal feltűnőbb megoldást választ, megszállja és ellopja az egyik birodalmi AT-AT-t, és szétlövi vele a seregüket, majd ezután fut csak össze a lázadókkal és a vezérükkel, Saw Gerrerával. Saw elmeséli, hogy Tarfút sok-sok Wookiee-val együtt elfogta a birodalom, és éppen őket próbálják kiszabadítani, így csatlakozunk hozzájuk. Végül sikerül kiszabadítani mindenkit, de Tarfú nincs a Wookiee között. Saw felajánlja, hogy maradjunk a csapatukban, és majd hát ha összefutunk Tarfullal, de Seer közben informál minket, hogy elfogott egy birodalmi rádióadást, miszerint találtak egy újabb sírhelyet a Zephon, így inkább azt megyünk el megnézni.
Visszatérve az EFO-ra, el is kezdjük felkutatni az új sírt, lehetőleg még a birodalom előtt, de sajnos belebotlunk a második nővérbe, aki megint majdnem megöl minket, de ezúttal BD-ván segít megszökni, azáltal, hogy közénk állít egy lézernyalábot. Emiatt viszont alkalmunk nyílik beszélgetni az Inquisitorral, aki leveszi a sisakját, így felfedve, hogy ő valójában nem más, mint Trilla, vagyis Szír volt padawanja. Ezután tisztázza a történetet, aminek Szír eddig csak a részleteit mondta el. Tulajdonképpen Szírt elfogta a birodalom, és addig kínozták, amíg végül elárult a Trilla rejtek helyét, akit így szintén elkaptak és Inquisitort faragtak belőle. Ezt látván Szír olyan mérges lett, hogy az erő sötét oldalát használva megszökött a birodalom elől, viszont mivel nem akart átállni a sötét oldalra, inkább felhagyott az erő használattal. Ezután a beszélgetés után folytatjuk a sírhely keresését, viszont Trilla meghekkelte a komm rendszerünket, így a saját legénységünk helyett ő tud hozzánk beszélni. Végül sikerül megtalálni a sírt, ahol egy újabb echo megtanítja az erőhúzást. Tulajdonképpen innentől kezdve képesekén legyünk bármilyen tárgy lebegtetésére és mozgatására úgy, ahogyan akarjuk, csak ezt egy játékban elég nehéz megoldani, így itt lökni és húzni tudunk. Emellett megjelenik egy újabb felvétel Cordovától, ahol egy úgynevezett Zepho Astrium nevű tárgyról beszél, ami valahol el van rejtve a galaxisban. Ezt megtudva visszasietünk a hajóra, hogy elmeséljünk mindent a többieknek, de a hazaúton beleütközünk egy fejvadászba, aki bármilyen ügyesen is harcolunk, végül elkap minket. Egy cellában ébredünk, a fénykardunk és hűtársunk BD van nélkül, innen végül sikerül megszökni, BD-t és a kardunkat is megtaláljuk, majd megérkezünk egy hatalmas arénába. Tulajdonképpen a fejvadászok Pankrációhoz gyűjtenek kihívókat, erre a célra szedtek össze minket is. Amikor megtaláljuk az arénát, rögtön ránk is küldik a legerősebb ellenfeleket, őket viszont sikerül legyőzni, és a Mantis is megjelenik, szétszedi a fejvadászt, aki elkapott minket, majd felvesz és elrepülünk. A hajón szembesítjük Szírt, hogy tudjuk, mi történt, aki beismer mindent, és bár ez nem elég ahhoz, hogy Kell teljesen megbocsásson neki, amiért hazudott, a küldetés fontosabbnak tartja ennél az apró vitánál. Ezután Grease is beismeri, hogy talán neki köszönhetőek a fejvadászok, ugyanis lehetséges, hogy fogadásokat kötött Pankrációban, így hackerek által sebezhetővé téve a hajót, vagyis könnyen rájuk találhattak. Szír pedig kap egy üzenetet a Kashyykról, miszerint megvan Terful, aki hajlandó találkozni Kellel. Mivel nagyon más utat nem látnak rá, hogy megleljék a szükséges infókat, visszamennek a Kashyykra. Szó azóta elhagyta a bolygót, de pár maradék lázadó odavezeti Kell Terfulhoz, aki elmondja, hogy amikor legutóbb arra járt Cordova, akkor felment az eredet fájának a tetejére. Kell is így tesz, a gyökerektől indul és szépen lassan mászik fel az egyébként hegyméretű fára. Útközben találkozik a 9. nővérrel, akit viszont elijeszt a síjó madár, viszont az pedig eközben megsérül. Kell kiszedi a sebből a 9. nővér hajójának egy darabját, ami a sebet okozta, és egy stimet használva meggyógyítja a madarat. Thanks, BD. A Steam ebben a játékban egy ilyen életvisszatöltő szuri, amit BD-t tud adagolni, összesen 10-et tud egyszerre tárolni, hogyha a játékos azokat mind megtalálja. A lényeg, hogy ezért cserébe a madár elvisz majdnem a fa tetejére, ahol Kell először egy újabb echo-val megtanulja az erőugrást, vagyis tulajdonképpen egy dupla ugrást, majd ismét szembe kerül a 9. nővérrel, akit ezúttal viszont sikerül megölnie, ezzel megszerezve az első győzelmét egy Inquisitorral szemben. A fa tetején pedig ismét kapunk egy felvételt Cordovától, aki most elárulja, hogy az a kulcsfontosságú Zepho Astrium valahol a Datomiron van. Gyorsan vissza is megyünk a Mantishez, és a győzelem tudatában büszkén elindulunk a Datomirra. Itt először találkozunk egy éjnővérrel, vagyis egy datomiri boszorkánnyal, aki figyelmeztet, hogy nem szívesen lát minket, és ha nem adjuk el a bolygót, akkor harcosokat fog küldeni ránk. Persze ez a fenyegetés annyira nem izgat minket, úgyhogy megyünk tovább, végül pedig lekerülünk a mélybe, ahol a harcosokat képezik. Itt szembeszáll velünk a Gorgara, egy hatalmas bagoly, ami az összes datomiri harcos számára egy utolsó kihívást jelent. Végül sikerül legyőzni, és meg is öljük, a csata közben pedig visszajutunk a felszínre. Ismét megindulunk az Efo templom felé, de már van egy ilyen menő kesztyünk, amiből a karmok jönnek, és így fel tudunk mászni egy helyen, ahol eddig nem sikerült. Találkozunk egy fura figurával, Malikosszal, aki elmeséli, hogy ő is egy volt Jedi, aki a 66-os parancs elől menekülve lezuhant a Datomirről, és itt meggyőzte Merint, az éjnővért, akivel korábban mi is beszéltünk, hogy segítsen neki uralni a Datomirt, a sötét oldalt is használva, ugyanis besértődött a köztársaságra, és azt hitte, hogy maguk a Jedi árulták őt el. Nem áll velünk szembe, inkább azt akarja, hogy csatlakozzunk hozzá. Ezt persze mi visszautasítjuk, Merin pedig ránk idéz egy nagy adag harcost, ezért bemenekülünk a templomba. Itt viszont van egy járat, amin nem tudunk keresztül menni, ehelyett kapunk egy újabb látomást.
Ez a 66-os parancs kiadásának napján játszódik, Kell éppen egy edzés közepén volt Jarrow Tepal mesterrel, végül Tepal sikeresen eljuttatta a Padawant egy mentőkapszuláig, de ő maga ezt az akciót nem élte túl. A kapszula a Bracca nevű bolygón landolt, és innen kezdődött a játék 5 évvel később. Kellnél rendes kard nem volt, viszont a mesterénél igen, tehát az a kard, amit eddig használtunk, az valójában Jarrow Tepal kardja. Ez eredetileg kétélű volt, de az egyik fele megsérült, ezt amúgy a Kashiki fa tetején javítottuk meg újra. Ezt a látomást rögtön egy következő követi, ahol Jarrow szelleme szembeszáll a mostani Kellel, vagyis velünk, azzal vádolva minket, hogy mi felelünk a haláláért, ami persze nem igaz. Az egész látomás persze csak egy elmetrükk, amit vagy a templom, vagy Merim, vagy Malikos alkalmazott rajtunk, de ennek ellenére úgy felidegesíti Kellt, hogy szétroppantja a fénykardban lévő kiberkristályt, így használhatatlan letéve azt. Így nem igazán marad más választásunk, mint visszarohanni a hajóra, persze teljesen fegyvertelenül. Ez végül összejön valahogy, és lelépünk a Datomirról, Szír pedig azt javasolja, hogy látogassunk el az Illumra. Aki esetleg nem ismerné az Illumot, ez az a bolygó, ahonnan szinte az összes kiberkristály származik. Minden kis padawannak eljött az életében egy pont, amikor Yoda mesterrel ellátogattak ide, hogy megleljék a saját kristályukat. Yoda kinyitott egy hatalmas barlangbejáratot, a kicsik pedig bejárták, és remélhetőleg egy kristállyal a kezükben jöttek ki onnan. Mivel már Kell is járt itt, ismerős neki a helyzet, de most nincs itt Yoda, hogy kinyissa a kaput, így ezt nekünk kell megoldani. Itt van pár puzzle, Kell pedig végig az önbizalmával küzdik, és kételkedik abban, hogy vajon méltó-e egyáltalán a kristályra, de végül talál egyet. Még jobban megtörik, amikor ez a kristály viszont ketté reped, de végül kiderül, hogy ez csak azért van, mert az erő egy összeilleszthető fénykardot szent neki. A kristály egyik felét tehát Tepal kardjába, a másikat pedig Szír volt kardjába teszi, mert közben ezt is megkapta, és megalkotja az egyedi kardját, amit már szét is lehet szedni két külön darabra. A visszaúton a Mantishez megint találkozunk a birodalommal, ők ugyanis a parancs óta ráálltak a kiberkristályok bányászására, hogy azokat az inkvizitorok kardjába tehessék. Végül őket is legyőzzük, és visszaindulunk a Datomirra. A Datomirról hamar eljutunk a templomig, ahol megint megjelenik Jarrow mester, de most elfogadjuk, ami történt, és nem szállunk vele harcba, így végül megnyílik a templom ajtaja is. No. Először megint Merinnel találkozunk, aki elmeséli, hogy egy volt Jedi ölte meg az összes társát, és ezért van baja velünk is, de meggyőzzük, hogy engedje el ezt a gyűlöletet, épp ahogy mi is tettük, és végül a mi oldalunkra áll. A segítségével elég nehezen ugyan, de legyőzzük Malikost, és Merin a templom kövével teszi őt egyenlővé. Ezután Merin elvezet minket az Astriumhoz, és beáll a csapatunkba, tehát jön velünk a hajóra is. Ezt kezdetben a többieknek nem tetszik, de elfogadják, mert mi bízunk Merinben, ők pedig bennünk. Az Astriummal együtt visszatérünk a Bogánóra, és a templomban ki is tudjuk nyitni az utat a Holokronhoz. Kellnek itt ismét van egy látomása, amiben visszaépíti a Jedi rendet a Holokron segítségével, de végül a birodalom kiirtja a gyerekeket, Kellt pedig a sötét oldalra fordítják. A látomás után megjelenik Trilla, aki megint elég könnyedén legyőzi Kellt és elveszi a Holokront, Kell viszont elveszi Trilla kardját, amihez társul egy Echo is. Itt azt látjuk, ahogyan Trillából Inquisitort faragtak. Don't go. We need to stick together. No. I'm going to lure them away, and then I'm going to circle back. Stay with the younglings, Trilla. May the Force be with you. Master! Don't leave us! Trilla, what's going to happen? It's okay. It's okay. No.
Mire ebből felébredünk, Trilla már rég megszökött a Holokronnal együtt, és persze egy csapat rohamosztogost is hagyott ránk, hogy őrizzék a templomot. Itt megint nem nagyon maradt választásunk, elcsesztük és miattunk került rossz kezekbe a Holokron, tehát nekünk kell jóvá tenni. Ismét visszarohanunk tehát a hajóra, ahol elmesélünk mindent, és Szír javaslatára megindulunk az Inquisitorok kastélya felé. Útközben Szír lovaggá üt minket, hiszen ő hivatalosan mester, tehát megteheti, mi pedig egészen eddig a pontig valójában padawanok voltunk, hiszen a 66-os parancs hatására sosem fejeződött be a kiképzésünk. És el is érkeztünk a játék utolsó szintjéhez, az utolsó nagy kihíváshoz, a kastély túléléséhez. A víz felől közelítjük meg a helyet, és a zsilip kinyitásával félig el is árasztjuk. Itt szépen lassan Szír iránymutatását követve sok rohamosztagost és Purge Troopert, vagyis kifejezetten a Jedik írtására szakosodott katonát legyőzve eljutunk addig a teremig, ahol Trillából Inquisitort faragtak, és ahol Szír először használta a sötét oldal erejét. Trilla itt ránk is támad és kihív minket egy utolsó párbajra, amit végül sikerül megnyerni, és ezzel visszaszerezzük a Holokront. Szír ezután megpróbálja visszacsábítani Trillát a Jedikhez, de ezt a beszélgetést megszakítja valahova a legerősebb Sith nagyúr, Darth Vader megjelenése. Nothing is ever truly over. This fight is over. I know the darkness that is eating you up inside, and every day we choose to either feed it or fight it. It's too late, sir. No, it's not. I know the choices that I made took all your choices away, and I have failed you, Trilla. I failed you. I am so very sorry. I've carried so much hate for you. Vader először maga végez Trillával, hiszen nem teljesítette a küldetést, majd Szírt látszólag halálos tűzbe dobja. Kyle eközben elkezd rohanni az életéért, de végül egy folyosón őt is elkapja Vader. Amikor már teljesen esélytelennek tűnik a helyzet, feltűnik Szír, aki túlélte az egészet. Ő végül képes feltartani Vadert, de ehhez neki is a sötét oldal erejét kell használnia. Kell meggyőzi, hogy ezt inkább ne tegye, mert csak felemészteni őt az erő, és inkább széttörik a víz alatti csövet, amiben vannak, ezzel megmenekülve Vadertől, aki azzal van elfoglalva, hogy ő maga ne fulladjon meg. Persze Szír és Kell is fuldoklik, de Merin oda teleportál hozzájuk és visszaviszi őket a Mantisre. Itt elkezdenek arról beszélni, hogy mi legyen a Holokronnal, amit ennyi szenvedés volt megszerezni, aztán végül Kell megsemmisíti, nehogy ismét rossz kezekbe kerülhessen, és amúgy is, majd az erő eldönti, hogy mi lesz a gyerekek sorsa, ő nem akar beleavatkozni. Their destiny should be trusted to the Force. És ezzel véget is ért a történet, remélem, hogy tetszett nektek, ha így volt, akkor mindenképpen lájkoljátok ezt a videót és iratkozzatok fel, ugyanis Kell kalandjai nem sokára folytatódnak a következő rész, vagyis a Survivor keretében, amiről a mostanihoz hasonlóan szintén lesz sorozat, addig is nézzetek szét a csatornán egyéb érdekességekért. Nem sokára találkozunk, sziasztok! Fear. And mistrust rule the galaxy. No, 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 wait!
Cal, look into the fire. It will warm you, keep you company. But left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond her grasp. But I think we finally found somewhere the Empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. A place that's worth fighting for. No matter the cost.